Újabb őrület, házasság ellen lázítanak a hírességek, szerintük a házasság a rabszolgasággal egyenlő. Humanoid robotok lesznek a jövő vezérigazgatói, nekik ugyanis nincs szükségük a pihenésre. Elon Musk soros el akarja pusztítani a nyugati civilizációt, a Twitteren osztotta meg véleményét a milliárdos teguru. Neonáci csoportot tiltottak be Németországban, a Hammerskins a legbefolyásosabb szélső jobboldali szervezet Európában. Joe Biden és Elon Musk is találkozott Amerikában Benjamin netanyahu -val. Úgy tűnik, mégiscsak összejön az a washingtoni találkozó. Mesterséges intelligenciával készült pornográf képekkel zsaroltak lányokat a spanyol diákok. 30 lány is érintett lehet az ügyben. A Hitrádió Rádió hitéleti híreit hallhatják. Újabb őrület, házasság ellen lázítanak a hírességek. Új trend ütötte fel a fejét a közösségi média platformokon, amelyben a nők kritizálják a házasság intézményét és bátorítják a szingli életmódra követőiket, írja a Fox News. A TikTokon népszerűvé vált videón egy lány egy gyűrűt húz az ujjára, amint elképzeli a jövőjét egy boldogtalan háziasszonyként. Minden alkalommal, ahogyan a gyűrű felkerül az újjára, egy újabb kép villam fel amely a házasságot a munka modernkori formájaként festi le, a végén pedig lehúzza a gyűrűt a vécén. Egy másik videón pedig az látható, amint egy tiktoker arról beszél, hogy milyen nagy örömökkel jár még 29 évesen és lenni. A videóban beszámol arról, hogy házasság és gyermekek nélkül bármikor lerészegethet, Beyoncé koncertekre járhat, aludhat és nézheti a valóságsókat. A videóra akkor figyeltek fel, amikor Matt Wals, konzervatív kommentátor közé tette a klipet, és azt mondta, az élete nem a családja és a gyerekei, hanem a tévéműsorok és a popszárok körül forog. A legrosszabb az, hogy túl ostoba ahhoz, hogy felfogja, hogy mennyire lehangoló ez. A legújabb őrületre a hollywoodi sztárok is ráugrottak, és a házasság buktatóira figyelmeztetik a rajongóikat. Emily Ratajkowski modell és színésznő például a vállásról áradozott, és azt mondta rajongóinak, nem hiszem, hogy van annál jobb, mint amikor a 30-as éveidben vagy, és kipróbáltad ezt a házas fantáziát, és rájössz, hogy talán nem is olyan jó, mint ami ennek látszik. Lilly Singh, indiai-kanadai youtuber, televíziós műsorvezető, komikus, író és színésznő azt mondta a közönségnek, ne mondogasd a lányoknak, hogy a legnagyszerűbb dolog, amit valaha is tenni fognak az életben, az a házasság. A Fox News beszámolói szerint ezek a videók jól tükrözik a házassággal kapcsolatos hozzáállás változását az Egyesült Államokban, különösen a fiatalabb körökben. A legutóbbi népszámlálási adatok azt mutatják, hogy a házasságkötési arány Amerikában egyre csökken. 2021-ben 14,9 volt a 10 évvel ezelőtti 16,3 arányjal szemben, és a magány is egyre fokozódik. A jelenségről Shapiro, amerikai közszereplő író a déli nevű konzervatív híroldal alapítója és szerkesztője is kifejtette a véleményét. Amikor a nők azt az üzenetet terjesztik, hogy nincs szükségük a férjre, se gyerekekre, se pedig célokra, nincs szükségük gyülekezetre, s nem közösségre és semmilyen ilyen jellegű dologra, akkor végül magányosak lesznek és tele lesznek megbánással. Ugandai terror. Muszlim szélsőségesek halára vertek egy evangélistát. A Morning News beszámolói szerint muszlim szélsőségesek halára vertek egy keresztény evangélistát, aki egy kelet-ugandai rendezvényen hirdette az evangéliumot. Az evangélistát egy szemtanú beszámolói szerint a hazafele úton leszeték a kerékpárjáról, és egy nagyobb kővel agyonverték. Az evangélista egyik segítője jelen volt, amikor a férfit megtámadták. Elmondása szerint az eseményen több muszlim nő és két fiatal muszlim férfi is elfogadta Jézust. Hallottuk, ahogyan az emberek az út mindkét oldaláról azt mondják, hogy ők azok, akik megtérítették a társainkat. Nem élhetnek, meg kell ölni őket. A férfi elmondása szerint lerángatták a bicikliről, majd egy tompatárgyal hátba vágták. Ezután a legközelebbi híd alatti alagútban rejtőzött el a támadók elől, ahonnan látta, hogy a támadók egy nagy kővel végzetes csapást mértek a barátjára. Ezután riasztotta a keresztényeket és a rendőrséget. A gyülekezet egyik biztonsági okokból meg nem nevezett lelkésze elmondta, hogy a rendőrösön felvették a vallomásokat az evangélista meggyilkolásáról, és azt mondták, hogy már keresik a gyilkosokat. Humanoid robotok lesznek a jövő vezérigazgatói. Mesterséges intelligencia alapú humanoid robot lett egy lengyel italgyártó cég társvezérigazgatója. Mikának ugyanis nincsen szüksége szabadnapra, így a hét minden napján a nap 24 órájában dolgozhat. Számolt be erről az Index. A Diktádor nevű lengyel italgyártó cégtárs vezérigazgatója a adott interjúban számolva a cégnél végzett tevékenységeiről. A humanoid robot feladatai közé tartozik a potenciális vevők felkutatása, de ő választja ki azokat a művészeket is, akik a palackokat tervezik a rumgyártó cég számára. Döntéseim kiterjedt adatelemzésen alapulnak, amit összehangolok a vállalat stratégiai célkitűzéseivel. Döntéseim mentesek a személyes elfogultságtól, így biztosítva az elfogulatlan stratégiai döntéseket, amely az adott szervezetek érdekeit helyezi előtérbe. Fogalmazott a robot. A vállalat azonban kihangsúlyozta, hogy lényegesebb kérdésekben továbbra is az emberek döntenek majd. A diktádoron kívül más cégek is próbálkoznak már a humanoid robotok alkalmazásával. Tavaly például a Yang Yu nevű kínai játékipari cég leányvállalata nevezett ki vezérigazgatónak egy mesterséges intelligencia alapú virtuális humanoid robotot. Az X korábban Twitter néven ismert cég új tulajdonosa, a Tesla vezérigazgatója súlyos állításokat fogalmazott meg Soros György alapítványáról, mielőtt Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel találkozott volna Kaliforniában. A Soros szervezet úgy tűnik, hogy nem kevesebbet akar, mint a nyugati civilizáció elpusztítása. Az Index beszámolói szerint Mászka Pelham nevű felhasználó által megosztott videóra reagált, amelyen észak-afrikai bevándorlók láthatók, ami mint megérkeznek az olaszországi Lampedusa-szigetére. Ez a felhasználó egy olyan videót is közzétett, amelyen olasz állampolgárok kilométeres sorokban várják az ételosztást, míg Soros alapítványa illegális bevándorlók millióit finanszírozza. Ugyanezen felhasználó egy héttel ezelőtti posztjában arra hívta fel a figyelmet, hogy Soros György több mint 35 millió dollárt fektetett az alapítványába, hogy elpusztítsa a nyugati világot. Neonáci csoportot tiltottak be Németországban. A Hammerskins a legbefolyásosabb szélsőjobboldali szervezet Európában. Németország betiltotta a szélsőjobboldali koncertek szervezéséről és rasszista zenéről ismert Hammerskins nevű neonáci csoportot, írja a BBC. Ez egy egyértelmű jelzés a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen, hangsúlyozta a német belügyminiszter. A Hammerskins nevű szervezetet még az Egyesült Államokban alapították a 80-as évek végén Texasban, és egy ernyőhálózatként terjedt Hammerskin Nation néven szerte Amerikában és a világ számos más országában. A Németországban jelelevő csoport 28 vezető tagjának lakhelyén házkutatást is tartottak a hatóságok, akik elmondták, hogy a tiltás előtt a csoport szorosan együttműködött az USA-ban működő szervezettel. A német hatóságok a betiltást a szervezett szélső jobboldali szélsőségesek elleni kemény csapásnak nevezték, és azt mondták, hogy ezzel véget vetnek egy nemzetközileg aktív neonáci egyesület embertelen akcióinak. A jobboldali extremizmus továbbra is a legnagyobb szélsőséges fenyegetés a demokráciánkra nézve, ezért továbbra is nagyon határozottan fogunk fellépni ez ellen. Mondta a német belügyminiszter. A Skinhead csoport egyik fő célja az, hogy koncerteken terjeszte a szélső jobboldali ideológiáját. Tette hozzá a Hammerskins nagy mértékben részt vett neonáci zenei kiadók létrehozásában, antiszemita lemezek értékesítésében és titkos zenei rendezvények szervezésében. A csoportot kapcsolatba hozták a nyugat-németországi sárvidéken található hét pár nevű helyszínnel is, ahol a rendőrség még idén áprilisban több embert is letartóztatott tiltott szimbólumok bemutatása miatt. A hatóságok szerint ez volt a legbefolyásosabb szélső jobboldali szervezet Európában, a szervezet 13 csoportra osztott, amelyek egyes esetekben a náci Németországra visszautaló neveket használtak. Jelentések szerint az új tagoknak egy behavatási szertartást kellett teljesíteniük, amelyet szintén betiltottak. A több tíz németországi tartományban működő csoport tagjairól a hatóságok elmondták, hogy egymás testvérnek nevezték, és a szélsőséges kínhet társadalom elitjének tekintették magukat. Többen is rendelkeztek fegyverviselési engedéllyel, jelentette a német média. A BBC beszámolói szerint a Hammerskins a 20. jelentősebb szélső szervezet, amelyet betiltottak Németországban. A német belügyi hírszerző ügynökség becslései szerint nagyjából 38.800 ember tartozik az országban működő neonáci szervezet társadalmához, és több mint egy harmaduk potenciálisan erőszakosnak minősül. Több százan vonulnak majd fel Washingtonban az üldözött keresztényekért. Várhatóan több százan vesznek majd részt szolidaritásból az üldözött keresztényekért jövő héten a megrendezésre kerülő békés felvonuláson Washingtonban. Az eseményt a mártírokért elnevezésű nonprofit szervezet rendezi meg minden évben, hogy felhívják a figyelmet a világban egyre fokozódó keresztény üldözésre. A 2023-as békemenet kifejezetten a Nigériában, Iránban és az Örményországban élő keresztények helyzetére hívja fel majd a figyelmet. A szervezet alapítója és vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy ez az esemény több mint egy esemény. Ezzel kijelentjük, hogy nem hunyunk szemet a hitben élő testvéreink szenvedése felett, mondta, amit arra invitálta az amerikai polgárokat, hogy álljanak ki a vallásszabadság és az emberi méltóság mellett. A déli szignál beszámolói szerint a rendezvényen nagyjából 500 részvevőre számítanak, ahol többek között felszólal majd az iráni keresztény üldözés egyik túlélője, az örménykormány egyik tisztviselője a hegyi Karabach zajló eseményekről. A szervező szerint a főáramú média gyakran meg sem említi a keresztény üldözést, pedig a világszerte üldözött keresztények száma folyamatosan növekszik. Az Open Doors amerikai keresztény üldözés ellenes csoport beszámolói szerint a tavalyi évben mintegy 360 millió keresztény volt üldözésnek vagy diszkriminációnak kitéve a hite miatt, míg nagyjából 5259 keresztényt elraboltak, legalább 5621 keresztény pedig kivégeztek a hite miatt. Ezen kívül 2110 templomot vagy keresztényekhez köthető épületet támadtak meg csak az elmúlt évben. Joe Biden és Elon Musk is találkozott Amerikában Benjamin Netanyahu-val. Legutóbbi hivatalba lépése óta először találkozott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök Joe Bidennel az Egyesült Államok elnökével. Igaz, még mindig nem a fehérházban, de úgy tűnik, hogy nem sokára arra is sor kerülhet. A New Yorki ENSZ közgyűlés előtt az ízeli miniszterelnök a kaliforniai San Francisco városába is tette kitérőt, ahol a milliárdos Teguruval Elon musk is találkozott. A beszélgetésük során kitértek a mesterséges intelligencia veszélyeire, a szabályozás fontosságára és az antiszemitizmus elleni harcra is, írja CBN News. Netanyahu a találkozón arra kérte Elon Muskot, hogy tegyen a platformon még többet az antiszemitizmus ellen. Remélem, hogy az első alkotmánymódosítás keretein belül lehetőséget talál majd arra, hogy ne csak az antiszemitizmust állítsa meg vagy szorítsa vissza, de végetvesen egy népelen irányuló kollektív gyűlöletnek is, amelyet az antiszemitizmus képvisel, fogalmazott a miniszterelnök. Nyilvánvalóan ellenzem az antiszemitizmust, jelentette ki Elon Musk, aki bár nem tudott garanciát vállalni arra, hogy a felületen megjelenő 100-200 millió hozzászólás között néha ne forduljon elő pár rossz indulatú is, de megismételte, hogy nem támogatják a platformon a gyűlöletbeszédet. A New Yorki ENSZ közgyűlésen Netanyahu az Egyesült Államok elnökével Joe biden -el is találkozott, akivel az izzeli szaudi kapcsolatok normalizációjáról is beszéltek. Üdvözöllek, kedves barátom, és remélem, hogy még az év vége előtt Washingtonban is találkozunk. Kezdte a beszélgetés Joe Biden utalva ezzel a sokakat foglalkoztató kérdésre, hogy vajon miért nem hívta meg a Fehérházban Netanyahu-t az Egyesült Államok elnöke. Majd pedig az Izrael első miniszterelnökének szavait idézte. A világ ma Izrael mellett áll, és ezért sok nemzedék álma válik valóra. Az Egyesült Államok és Izrael együtt azon dolgozik, hogy ez az álom valósággá váljon, mondta Biden. Sokszor hallották már tőlem, hogy ha nem lenne Izrael, akkor ki kellene találnunk egyet. Tette hozzá, valamint kihangsúlyozta az indiai közel-keleti európai gazdasági folyosó jelentőségét, amely Szaudarábiában, arábiában az Egyesült Arab Emírségeken és az Izraelen keresztül fogja összekötni majd Indiát és Európát. Az Egyesült Államok elnöke ezután kitért a megtárgyalandó kérdésekre amelyek között elmondása szerint szerepel az is, hogy Irán soha, de soha ne szerezzen atomfegyvert. Nézet eltéréseik ellenére Biden azt mondta, hogy Izrael iránti elkötelezettségen vasszilárd. Majd kiemelte, hogy Izrael nélkül egyetlen zsidó sincsen biztonságban a világon. A beszélgetés során kitértek az izzeli-saudi kapcsolatok normalizációjára is, amelynek kapcsán Biden elmondta, ha ön és én tíz évvel ezelőtt a Szaúd-Arábiával való normalizációról beszéltünk volna, azt hiszem megkérdeztük volna egymástól, hogy mit ittunk, jegyezte meg viccesen az Egyesült Államok elnöke. Több spanyol kiskorúra is börtön várhat, akik pornográf képeket készítettek a mesterséges intelligencia segítségével kiskorú lányokról, amelyeket több pornográf oldalon is megosztottak. A spanyol rendőrség már több kiskorút is azonosított, akik részt vettek a képek elkészítésében és terjesztésében, amelyek először egy WhatsApp csoportban jelentek meg. Az ügy annak következtében került a rendőrség látókörébe, hogy az egyik tanárnő is a nőgyógyász egy videót tett közi az interneten, amelyben azt állítja, hogy egy ilyen mesterségesen generált pornográf képen felfedezte a saját 14 éves lányának az arcát. A montázsok teljesen valósághűek, és ez nagyon aggasztó. Fejtette ki a véleményét. Az egyik lányom hatalmas undorra jött oda hozzám, és azt mondta, anya, nézd, mit csináltak velem. Felszólították a többi áldozatot is, hogy jelentkezzenek a rendőrségen, mondván, hogy tudjuk, hogy vannak olyan lányok, akik nem merik elmondani ezt a szüleiknek, mert talán attól félnek, hogy nem hinnék el, hogy ezeket a képeket nem ők készítették és tették fel magukról a közösségi oldalakra. De nem kell szégyenkeznetek, ti vagytok az áldozatok. Egy másik édesanyja azt állította, hogy a lányáról készült képet nem csak megosztották, hanem meg is zsarolták vele a lányát. Megmutatta nekem az egyik fiúval folytatott beszélgetést, amelyben a fiú arra kérte, hogy adjon neki pénzt. Miután a lányom nemet mondott, akkor elküldte neki ezt a képet. A bűncselekményben állítólag 30 lány lehet érintett, és eddig körülbelül 11 feljelentés érkezett a rendőrségre. A mesterséges intelligencia valós veszélyt jelenthet, és ahogyan arról korábban is beszámoltunk, könnyen a pedofilok illegális kiskorúakról készült bántalmazó tartalmak melegágyává válhat. Ezért jobb vigyázni az interneten és a közösségi média felületeken megosztott fotókkal, mert a technológia segítségével ennyire könnyen válhatnak ők is a pedofilok és az internetes bűnözés áldozatává. India. A 47 éves lelkész a hinduizmusból tért át kereszténységre, akit az indiai uttár államban felnálló törvények alapján azzal vádolták, hogy másokat is rávett a konverzióra. A hindu nacionalisták olyan vádakkal illették a férfit, hogy az emberek az ő befolyására felhagynak a báványimádással, és egy idegen istenről prédikált és egy idegen vallást terjesztett. A meghallgatáson a férfi ellen egyetlen bizonyítékot tudtak felmutatni, mégpedig a saját bibliáját, amelyet a nyomozás során koboztak el tőle az énekes könyvekkel együtt. A rendőröket megrovásban részesítve azt mondta, hogy a biblia birtoklása nem bűncselekmény, és hogy neki is van otthon egy birtokában nyilatkozta a lelkész. A bíró szavai ellenére július 16-án a rendőrök letartóztatták a lelkészt, majd 23 nap után, augusztus 7-én óvadék fejében szabadlábra helyezték. A pásztor felesége és a két lánya az éhhalás szélére kerültek, mert a hindú nacionalisták tönkretették az árusító bódéjukat, amely ez idáig az egyetlen bevételi forrás jelentett a család számára, és arra kényszerültek, hogy elhagyják a saját otthonukat. Állítása szerint a börtönben egy rendőr tiszt egy videót mutatott neki, amely még akkor készült, amikor az egyik vasárnapi istentiszteleten a helyi média rendőrséggel és hindu nacionalistákkal együtt megzavarta az összejövetelt. Ennek következtében az emberek előléptek, és ahelyett, hogy megtagadták volna a hitüket, beszámoltak a gyógyulásokról, bizonságokról és a csodákról, amelyeket a pásztor szolgálata alatt tapasztaltak. Ön nemes munkát végez azáltal, hogy a közösségért dolgozik. Látom, hogy az emberek maguk is tanúságot tesznek a gyógyulásokról, amelyekben részesültek, de sok az ellenállás és a nyomás, amely a hatóságok részéről érkezik, mondta a rendőrtiszt. A lelkész szolgálata úgy kezdődött, hogy néhány ember azon kapta a feleségét, hogy Istenhez imádkozik. Ezután özölleni kezdtek az emberek a házas párhoz, és a létszám hamar 300 főre emelkedett. Annak ellenére, hogy a rendőrség elkobozta a Bibliáját, a lelkész továbbra is hirdeti az igét és énekel Istennek. Isten igéje tölti be a szívemet, és az ő dicséretei mindig az ajkaimon vannak. Még hogyha el is vették a Bibliámat, akkor is tudok prédikálni. Fogalmazott a lelkész.